Jó napot, jó estét, azt szerint, hogy mikor néznek bennünket. A Liba Zsír nézőinek egy nagyon-nagyon klassz nővel kedveskedünk. Nekem régi vágyam volt, hogy Péreri Zsuzsát meghívjam. Kati meg nagyon boldogan csatlakozott ehhez az ötlethez. Már imádom a képeit. A képeihez általában el kell zarándokolni, mert az utóbbi időben mindig nekem messze volt a kiállításod. Hát sok helyen most ez az év, ez a kiállításunk éve, ráadásul olyan sebességgel követik egymást, ami egy ilyen műfajtűző embernek vérfagyasztó. Mert ahogy egy kiállítás, általában egy évben egy kiállítást illik csinálni. De ha hívnak, akkor azt meg el kell fogadni, mert nagyon kevés a kiállítóhely. Én meg azért szövök, hogy lássák. Nem azért, hogy a műterem falán legyen, nálunk nincs semmi a saját munkája. Nincs saját munkád a saját faladon? Nem, nincs. Miért szereted magad Kárpit művésznek nevezni? Azért, mert ha azt mondják, hogy goblein, akkor az ősz hajszálaimat annak köszönhetem, hogy egyes kiállításokon odajönnek korombeli nénikék, és azt mondják, hogy én is gobleinezek, múltkor is a Kisztica a gombolyaggal című előrajzolt gobleint kihímeztem. Úgyhogy van ennek egy híres, vagyis egy bevett neve, Fali Kárpit, amivel viszont a kárpitosokhoz is lehet csatolni. Igen, mert az, aki a széket megcsinálja, meg a kanapét, az a kárpitos. De nem, nem mondjatok már ilyen gyerekek. A Fali Kárpitról a gyönyörű lengyel középkori kárpitok jutnak inkább eszembe. Igen, de az embereknek az ugyanolyan a goblein. Hagyjátok már abba a gobleinezést, kérlek benneteket. Mert egyébként ezzel a közfüleket roncsoljátok. Goblen a helyes ejtés volna. Hát goblen lenne, és ez az elnevezés 14. Lajos udvari fonalfestőjének a neve volt. Udvari fonalfestő? Bizony. Ez jól hangzik. Ugye? Nekem is el kellene különben egy. És ez később ráállt a Kárpit szövésre is, és végül is az ő Jean Goblen től származik. Ja, ez egy szerzői név. Ez egy szerint. Szerzői név, igen, igen. Neked is kéne egy saját fonalfestő, mert ugye az egy különleges dolog, hogy rendes fonalakat beszerezni, az nehéz ügy. Az a helyzet, hogy olyan mérhetetlenül sok fonalat és szint harácsoltam már össze hosszú életem alatt, hogy most már nem kellene, de valamikor kellett volna. Hát Magyarországon a mai napig, miután ez egy elég szürrealista pálya, nem nagyon. Egy fonalfestőről tudok, és egy, aki maga is fonalat készít, de ahhoz az őrületes szinorgiához, amiben én otthonosan érzem magam, ahhoz gyűjteni kell a nagyon-nagyon vékony sejmeket, gyapjukat, cérnákat, egyebeket, és ahogy a festő a palettán megkeveri a színeket, én ebből a sok vékony kából, akár a lilát, kékkel, feketével, barnával, és akkor abból jön egy olyan valamilyen szín. Mutatunk mindjárt közben képeket is. De közben meg engem az érdekel, hogy olyan nincs, hogy kifogy valamiből az az árnyalat, amivel te mondjuk egy árnyékot akarnál csinálni, és akkor mi van, akkor festesz magadnak? Mindig kifogy. Mindig, hiába egy életen át tartó harácsolás, mert kifogy. Kifogy, és akkor összekínlódom, tehát megkeverem. Akkor te csinálod meg, vagy földön? Nem festem, vagy? Keverem. Tehát a nagyon sok, nagyon vékony fonalból, kivéve a égszínkéket nem lehet megkeverni semmiből. Egyébként ez szép is. De hogy jövünk mi ahhoz? De hát kék színe azt az egyet nem lehet előállítani? Hát a kék, bizonyos árnyalt kékeket, cölinkék, ilyen-olyan-amolyan kékeket meg lehet keverni, de annak az a tiszta kék, ami most sajnos fölöttünk van 1000 fokkal, aha, ezt a szint nem lehet keverni. Amikor festőként kezdted, meg kerámiáztál, akkor lehet, hogy egyszerűbb volt az élet, nem? Festéket kevergetni. Na, hát amíg festettem, addig egyszerűbb volt, de akkor se volt semmi tulajdonképpen, mindent valahogy. Vagy az ecseriről kellett beszerezni, vagy
vagy különböző titkos utakon, de az a helyzet, hogy ez szerintem annyira korszakellenes műfaj, hogy ebben lelem az örömömet. Tehát most, hogy minden a gyorsaságról, sebességről, a teljesítményről szól, itt nincs gyorsaság, itt nincs méretbeli eredményesség, időbeli eredményesség, semmilyen nincsen. Annyi örömöm van a dologból, hogy az időmet ajándékozom nektek, akik nézitek. És ezek szerint elég sok van belőle. Mármint, hogy a nézőkből is sok van. Mennyi idő alatt állítasz elő egy ilyen angyalt, mondjuk? Mondjuk egy ilyen angyalt. Ez mekkora a valóságban? Négy négyzetméter, valami fura dolog ez. Ez 2,40 méter. Ezek a lépcsők? Csak nem ismerem föl rendesen. Ez olyan, mintha az lenne, nem? Ez a himnusz. Ez a himnusz? Igen, mind a kettő, igen. Ez egy évig szőttem, és az az érdekes, hogy annyira bele vagyok csavarodva ebbe a korszakellenes műfajba, hogy közben megszólal a telefon, bejön egy tank, tahiba, vagy bármi, a villanyszámlás, nem tud semmi kimozdítani. Tehát ugyanúgy fölállok, fölveszem a telefont, meghallgatok valami égtelen, unalmas beszédet valakitől, amihez semmi közöm, de neki jó, hogy elmondja. És utána visszaülök a szövőszékhez, és mintha mi se történt volna, miután nem csinálok színes tervet, és az egész... Csak a fejedben van? Igen. Tehát nem rajzolod le előtte? Nem. Úgy... Hát, eredetileg úgy volt Jean Gobelinnél úgy volt annak idején, hogy volt egy festőművész, mondjuk Rafael. És annak a képét egy úgynevezett Cartonier áttette kontúrrajzba, és a színárnyalatokat beszámozta. Aha. Tehát ha most már maradjunk a kéknél, ha a kéknek volt 184 árnyalata, akkor a 184 számú kis szövő egységet meg kellett keverni hozzá. Én meg rajzolok egy kis képeslap nagyságú valamit, de a fejemben megvan pontosan, hogy ez mekkora, hogy főleg, hogy miről szól, és hát a színei. Úgyhogy ez ilyen hazárd módon nem dolgozik senki. De valahogy annyira megszoktam ezt a szerencsejátékot, hogy most már erre a kis időre nem változtatok rajta. Volt. És bocsánat, csak még azt akarom technikailag megkérdezni, hogy fel van csavarodva és szövöd, ja, és igen. Akkor, amikor lebontod, akkor látod meg, hogy mit csináltál? Igen, már úgy zajlik a dolog, hogy két henger közé van kifeszítve az a fonal, amit én úgy hívok, hogy a kárpit csontvázva. Tehát az a fehér fonal, amibe szövök, és körülbelül 40 centit tudok szőni, és akkor azt letekerem az alsó hengerre, és nem tudom visszanézni. Fantasztikus. Le se fotózod? De most már igen, hogy öregszem, de régen nem. De hiába fotózom le, mert az kell, hogy összhang legyen az aljába és a tetejébe, tehát ha agyilag nem így működnék, akkor meg kéne festeni ezt előre. De ha már megvan festve... Látunk, ezt nagyon imádom. Volt egy név, egy művész, aki nagy hatással volt rád, és végül is ezért kezdtél el szőni, ugye? Jaj, hát volt, igen. Én festőművésznek készültem, és hát nem vettek fel a főiskolára kétszer, és azt hittem, hogy az életemnek imáron vége, és mint mozdonyvezető folytatom tovább. De egy barátom azt mondta, hogy olyanok a képeim, mintha szőve lennének. És ő elvitt Arján Hédi kárpit művészhez, aki Ferenczi Noémi tanítványa volt, és hát tőle kaptam az életemet. Ő megtanított szőni, én akkor dolgoztam, tehát munka után mentem mindig hozzá, restaurátor voltam a Vármúzeumban, és munka után mentem hozzá, és miután világéletemben imádtam az édességet,
ő a felvető fonalba egy sportszeletet mindig betűzött. Nekem ma is az a kedvenc. Ez nagyon jó. Pedig ez a sportszelet már nem az a sport. Nem, de azért még mindig imádom. És ezzel motivált, és egyszer csak kiderült, hogy ez van olyan jó, mint a festés. Hát ez nem, ez az ő amúgy egy szúros, elgyötört, csodálatos tehetség volt, akit az élet iszonyúan megpróbált, és aztán Izraelbe kivándorolt a mamájával, aki Auschwitz túlélő volt, és ott nagyon megtalálta magát, tanított és egyebek. De nekem szerencsére az életéből az az időszak jutott, amikor kaptam belőle, és megtanított olyan szinten szőni, hogy mire fölvettek az iparművészeti főiskolára, én ma tudtam szőni. Kint beszélgettünk, és elmesélted, hogy mit jelentett számodra, amikor el tudtál valamit adni, mert nagyon szegények voltatok, és tényleg téli kabát varázsból éltetek, és akkor egyszer csak, és én nem ment tovább. Hát sok kalandom volt, mondjuk, hát ez egy olyan 40 évvel ezelőtti történet, akkor mi kályhába fűtöttünk, mi egy falusi parasztházban élünk, a cserépkályhák voltak, és meghozták a tűzifát, de nem volt annyi pénzünk. És megérkezett fekete Mercedes-szel német Oszia fonográf dobosa, akit nagyon szerettem, mert nagyon igazi ember volt. Egy picit a Rejtő Jenő írta, de minden élethelyzetben őszinte volt. Tehát soha nem játszott rá arra, ha gazdag volt, és azt is jól viselte a szegény. Na mindegy, most ebben a történetben ő a gazdag, mi a szegény, és azért jött, hogy vegyen egy pérelit. Hát ez fantasztikus érzés volt, mert ugye a tűzifát ki kéne fizetni, kiválasztott valamit, tűzifa 8000 forint volt, kérdezte, hogy mennyit kérek érte, mondtam 8000-et. Az érdekes, hogy kiderült, hogy sokkal több pénzzel jöttek, és sokkal többért akartak vásárolni, de szerintem ez így nagyon igazságos és pont jó, mert költői. Szóval, amit én csináltam, az átváltozott tűzifává. Meleget adott. Adott meleget. De el is múlt, ahogy a tél elmúlt. Igen. Aztán egyébként az én műtárgyaimnak a sorsa az nagyon különös, mert aztán ez az ember elszegényedett a bohémságánál fogva, tehát ő nem kapaszkodott a pénzbe, hanem nagyvonalú volt, és el kellett adnia ezt a bizonyos műtárgyat. Igen. És akkor azért egy elég rendes summát kapott. Tehát nagyon érdekes látni azt, hogy amikor tőlem elszakad egy által, akivel együtt éltem, egy olyan tárgy, vagyis hát amihez némi közön van, nevezzük műtárgynak nagyképűen, akkor ez tulajdonképpen részt vesz annak az életrajzába, aki megveszi. Érdekel egyébként, hogy hova kerülnek a képeid? Nagyon. Nagyon, és abban a fantasztikus helyzetben leledzem, hogy miután nekem nem született gyerekem, és végül is ezek a gyerekeim, egyszer valaki azt mondta, hogy 140 évbe kéne, hogy éljek, hogy ennyit szőjek, hogy ezek a gyerekeim, és az ember a gyerekeit nem teszi a kapu alá. Úgyhogy nagyon fontos, hogy aki megveszi, az értse. Tudja, hogy miről van, legalábbis neki mondjon valamit. Tehát ne azért, mert a kanapé drap is kell fölé egy másik drap. Vannak gyűjtőid. Ugye Kovács Gábor Kogárt? Hát igen. A legfontosabb igen, talán. Az is egy fantasztikus történet. Igen, igen. Amikor az élet csinál egy olyan életrajzot, amire az ember nem gondol. Engem itthon kizsűriztek a magyar kárpit művészet kiállításról. Kizsűriztek? Igen. Ezt a történetet nem is ismerem. Ez mikor volt? Nem olyan nagyon régen, talán 15 éve.
A Szép Művészeti Múzeumban volt egy kiállítás. Én arra szőttem a Szegény Angyal című goblenemet és az Equilibrium másik goblent. Ez két nagy angyal. Kizsűriztek. Utána a Szegény Angyal, ami ugye a szocializmus levitézlet pénzei borítják a ruháját, kikerült Lengyelországba, Vucsba egy kiállításra, ahol fordítva rakták fel, csak hogy mindennek megvan a sorsa. És mindenki a hátulját nézte, és nem látták az elejét, nem nézték az elejét. És ennek készült egy szürke fest. A kép hátát, a goblen hátát. Térbe raktak egy olyan képet, ami egyértelműen falra van. Megvan nekünk is itt ez a kép. Igen, az előbb láttam igen oldalt. És gondoltam, hogy hát ha a lengyelek körülbelül ugyanazt a nemzet sorsot élték át 89 környékén, amit mi, hát még lengyel zlotyi is volt az angyal ruháján, és mint testvérekre úgy gondoltam, és hogy majd bocsánat, mennyire... csak szólok, Tomi, az a kép, ahol így függőlegesen lengyel figura van. Váltogasd a képeit a Zsuzsának, és közben és majd egyszer csak szólunk. Amin pénzek vannak. Amin pénzek vannak, onnan fogod megismerni. És készült erről egy szörnyű katalógus, nem fekete-fehér, hanem szürke-fehér, és ez eljutott Obuszoni Kárpit Múzeum igazgatójához, aki ezen kép alapján meghívott egy kiállításra. Mert értő szeme volt ezek szerint. Hát igen. És nem fordítva nézte a kép. És nem fordítva. És ezen a kiállításon Picasso goblenektől, Léger gobleneken át a 15. századi francia goblenek voltak. A szakralitás a Kárpit művészetben ez volt a címe. És rá egy évre meghívott egy önálló kiállításra, mint egyetlen külföldit idáig. És erre jött ki Kovács Gábor, hogy már megnézze. Akinek akkor már megvolt a Kogárd Galéria, nem? Nem. Még nem? Nem. És áldogált nagyon hosszan az Equilibrium című angyalom előtt, ami egy ilyen arany. Hát, és azon gondolkoztam, hogy ugye ő egy bankár. Mit néz egy bankár az aranyon? Azt nézi, hogy arany? Hát, nem azt nézte, hanem írtó érdekes, hogy azt nézte, hogy nem csak minden pénzt magára kell költeni, hanem valamit létre is kell hozni, ami nyomot hagy maga után. És nem sokkal ezután a Kogártot megalapította. Úgyhogy... És ott volt egy nagy gyűjteményes kiállítás. Igen, ami fantasztikus volt. Hát az angyal volt az ő gyűjteményében tőlem az első, ami itt, na, itt a kép, itt a erről kép beszéltünk. Mutassuk meg direktbe. Igen, ez a Szegény Angyal. De így kell nézni, nem fordítva. Abban változatban mutatjuk igen meg. Igen. Úgyhogy itt sosem van. Itt az angyal így közelről és direktbe, így most már lehet érteni, igen, hogy miről beszél. Hát ez fantasztikus. A megszőtt képben a megszőtt pénzek vannak benne? Vagy azokat? Ha valaminél... Úgy néz ki, hogy applikáció, olyat soha nem csinálok. Az mind valódi? Mind szőve van, tehát szövés közben kerül ez bele. Őrület. És ha emlékeztek, ugye volt lengyel piac. Hát teljesen olyan háromdimenziót hatása van. És ott vettem egy csomó zlotyit, meg románlejt, meg mindenfélét, ugye, amik addigra már csak egy pacak. Tárgyak voltak. Pacak. Igen, igen, igen. Laci furkálta ki őket, hogy fel lehessen használni. És hát érdekes utat futott be. Akkor most olyasmit kérdezek, amit nem illik. Miért angyalok? Túl sok az angyal. Milyen túl sok az angyal, van az angyalnak az életedben? És nem azért, amiért nagyon sokan gondolják, hanem általuk üzenek. Tehát nem ember, és nem szent. Nem madár, hanem egy olyan lény, akivel tudok üzenni. Ebben az angyallal, a Szegény Angyallal azt üzentem szerintem, de mindenki azt lát benne, amit akar, és ezt, erre vágyom is egyébként,
hogy hiába üldözzük, kergetjük ezt a kerekvackot, amit pénznek hívnak emberek, egyszer csak változik valami, és az egész nem ér semmit, amit odáig csináltunk. Ugye alul egy ilyen lakótelepszerű emberraktár, életraktár látható, és érdekes módon, hogy Obüszonban, ahol ezt nem élték meg, ezt teljesen értették, ezt a goblent. Tehát, hogy miért angyal? Tehát az angyal inkább egy jel, mint egy angyal, csak attól, hogy nem ember, attól szabadon hordozza az üzenetet. Tehát olyat soha nem szövök, hogy Szent Mihály arkangyal, tehát létező névvel rendelkező angyalokat nem vállalok, hanem... Magad teremtetted őket. Ezeknek valami funkciójuk van, ezeknek abszolút, az angyaloknak. Abszolút üzenethordozók. Aztán, hogy ki mit hall és érez belőle, az már nem az én dolgom. Én megpróbálom őszintén végigcsinálni az egészet. Nem szoktam soha mondani, hogy mit szövök, de most megint szövök egy ekkora angyal, de az az érdekes, hogy egy fél éve találtam ki, amikor még az ukrajnai háború nem zajlott. És abból a elgondolásból szöttem, hogy mennyi szobor van a magasba, amit tulajdonképpen nem lát senki. Ugye alulról nem lehet látni, jó, most már mindenféle gépezeteken meg lehet nézni, de akik ezt az angyalt oda tették, azoknak valami tervük volt vele. És egy olyan angyalt szövök, ami egy hosszú oszlopon áll, pont úgy, mint a kijevi. Pedig akkor nem volt még a háború, írta érdekes. De nem a háborúról szól, és van még, tehát azt nem mondom el, hogy miről szól, majd a megfejtés. Rendben van, de az, hogy közben lett a háború, az nem befolyásolt téged a szövésben? Tehát, hogy nem változtatta meg az eredeti gondolatot? Nem, mert amit mondani akarok, az nem, csak éppen az az érdekes, hogy egy olyan oszlop pont, mint a kijevi. És oszlopot még nem, ilyen módon nem szőttem, és főleg elég kétséges a kimenetele, de ha ez nem lenne, akkor nem volna érdekes a dolog. Hány órán dolgozol egy nap? Mi a módszer? Az az érdekes, hogy a Covid alatt régen, inkább mondjuk úgy, tehát régen, amikor az erőmnél voltam, akkor műtétileg kellett a szövőszékről leválasztani, meg ugye csak nappali fénynél lehet szőni, tehát azért az is befolyásolta 8-10 órát. Úristen! Mert ez szenvedély. De látni akarom, hogy milyen az, amit gondolok. A fejedből testre tölt, azt igen. Neked. És közben Tolcsai egy emelette följebb zenél? Olyan is van, igen. És hallod a zenét közben? Azért nem, mert ha odafigyelek, akkor megzavarom a köreit. Ő se, ha mondjuk rajzolok, nem vetődik egy fekete árnyék a papírra, hogy na mi akar ez lenni, Zsuzsika? Mert két... idejében leszoktattad, vagy magától tiszteli az alkotást, mint nem. Alkotó? Mi nagyon, mondhatom, tiszteljük egymást, és nagyon jól távolságot tudunk tartani, és ez egy nagyon értékes dolog, mert ha jól békén hagyjuk egymást, akkor az a béke alapja szerint. Oké, de közben egyébként érdekli őt, hogy milyen ki, amikor letekered az egészet, vagy nem, feltekered, persze, nem meg közben is lehet megnézni, nincs. Attól mondom, hogy engem nem lehet megzavarni, csak olyan módon, hogy amikor kotlok valamin, akkor én sem vegyek föl, hogy nem lenne jobb ez egy picit boci-boci tarkásabban, ez a kis dalamvezetés. Egyébként nem hallgatsz közben zenét? Nem feltétlenül Tolcsait, hanem ha bármi ő nincs más, otthon, hogy... akkor előfordul. Most az az érdekes, hogy most teljes némaságba szövök. Egész életemben mindig hallgattam, ráadásul teljesen szélsőséges, amit sose gondolna igen? Senki, hogy nem Mozartot és egyebeket, hanem Dorsz együttest. Na pont ez milyen nem. Érdekes, mert hogy azt hittem, hogy klasszikus zenét hallgatsz, miközben alkotsz, mert hogy az megy valahogy a... Nem, én nem vagyok, én Jampi vagyok egyébként, csak pont ezt a műfajt választottam.
Úgyhogy ez régen így volt, és aztán volt, hogy csak egy év alatt egyet szőttem. Ez mondjuk 2-3 évvel ezelőtt, mert elkezdtem félni, hogy ha nem maradok az erőmnél, nem tudom befejezni, és annál borzasztóbb nincsen. Úgyhogy... De miért maradnál az erődnél? Teljesen úgy nézel ki, ember... mint aki tip-top, és egyben van. Igyekeztem. És az az érdekes dolog, hogy most egy akkorát szövök, amit nem merek nem mernék épp észre tulajdonképpen. Mekkora kép lesz? Mint a többi angyal, 4 négyzetméter lesz. Oké, de ez, hogy mondjam, az eladhatóság szempontjából számít, hogy mekkora egy kép? Az eladhatóság nem szerepel. Írtom. A te listádon nem szerepel, a gondolati listádon, hogy mit lehet eladni? Biztos álszentül hangzik. Amikor nagy szükségem volt rá, akkor valahogy mindig a kiállításon egyszer csak jött valaki és vásárolt. Régen volt egy jó törvény, hogyha épült egy középület, akkor 2000 elékér műtárgyat kellett venni. Ez ma már nem így van? Most már ez nem így van. Teljesen más alapokon kerülnek a barottasok a falra. De annó akkor vettek tőled. És akkor rendeltek nagyon sok szállodába. A szálloda azért jó hely, mert nem kell alkalmazkodnom a semmihez, kitalálhatom, hogy mit szövök, az a lényeg, hogy nézhető legyen. Úgyhogy a valamikori Hungária szálló, ami nem tudom, talán Radisson ezen a héten, ott három apartmanban van három goblenem, az egyik a Nemzeti Színház, olyasmit szöttem meg, ami már nincs Budapesten. Ja, régi Nemzeti Színház. És amikor megcsináltad, se volt már réges-rég. Igen. Aztán a Stefániát, és a harmadik pedig a Baross Gábor szobra a keleti előtt, de az visszakerült. Uh-huh. Úgyhogy akkor nagyon-nagyon sok... És az a szálló az ott van, nem? A keleti az ott van, nem tudom, hogy létezik-e. Én se, de azért érdekelnének a goblenek, az ott engem lévő goblenek. Is egyébként. Nem, nincs kedved utána járni, hogy mi utoljára, lett az ott? Amikor az Iparművészeti Múzeumban volt egy nagy kiállításom, akkor mind a hármat kölcsönadták. Aha, tehát akkor léteznek. Létezik, még, igen. Olyan van, hogy nem létezik, mert a privatizáció az ezer jó dologgal jár. Többek között, hogy viszik a műtárgyat, és az, igen, aki megveszi, az beleérti. Igen, azt nem tudom, hogy fölvágták kis darabokra, és lábtörlő lett belőle, vagy falvédő. Nem, azért ennyire. Vagy pedig, igen. Nem, inkább arra gondolnék, hogy családi szalont éki. Ja, ó, megtisztelő. Nekem inkább az érzésem. Ez. Egyébként az új gazdagok vesznek téged? Nem. Nem? De most már nem is vágyom rá, most már azt szeretném, ha valami végső nyughelyet lehetne találni ennek a sok goblennek. Nincs olyan sok a saját tulajdonomban, de hogy egy ilyen összegzést lehetne csinálni. Most ugyan van egy elég nagy kiállítás. Ez a mi kápolnás nyéken van? Igen, igen. Tehát ez itt 7 terem van, és azt a nézzen kezdetektől egészen a utolsó angyal című goblenem. Tehát a Pirelli alkotói fázisok szépen nyomon követhetők. Igen, meg akvarellek. Tehát akkor minden... kéne egy kiállítás Budapesten, egy múzeumka. Hát jó. Hát és mióta a szövéssel foglalkozol, nem is festettél képet? Akvarelt. Érdekes módon a Morcsányi Géza, aki a magvető igazgatója, igen, volt. És filmsztár. És egyben egy zseniális filmsztár. Az pár évvel ezelőtt felkért, hogy a János Vitézt illusztráljam. És én azt mondtam neki, hogy annyian illusztrálták már, hogy ezt nem tudok vele mit csinálni. Azt mondta, hogy na, olvasd csak el még egyszer. És elolvastam, és rájöttem, hogy én egy teljesen más János Vitt. Ugye kötelező olvasvány volt az iskolában. Nem, és tudjuk akkor kívülről. Igen, igen. És akkor egyszer csak meg még egyszer elolvastam, hogy még egyszer, és különböző képek megjelentek előttem, és mindenhova
ahol gondoltam, hogy itt lehetne, betettem egy kis szamárfület, nem hajtogatjuk a könyvet, egy vonalat mondjuk. Na, az a te könyvhez, persze. És végül is 17 akvarell lett belőle, és meg is jelent, el is fogyott, meg is jelent kínaiul, és kihagyták azt, addigra már nem a Morcsányi Géza lett az igazgató, kihagyták azt a lehetőséget, hogy a kínai kiadványt kiutassák Kínába. Mert hát ez szerintem... De hát, miért? Mert ezt ismerik, a Petőfit ismerik. Úgyhogy az akvarellek a Kogár tulajdonában vannak, és kiállításokon időnként megjelenik. Hú, de megnéznénk ezt. Mindannyian megnéznénk. És nem lehet kapni már? Nem, nem nyomják utána, elfelejtették, nem tudom. Fogalmam sincs. Nagyon... Ezek neked ilyen kényelmes új gyakorlatok, amikor éppen akvarellt festesz ahhoz nem. képest, nem? A szövéshez képest, nem? Egy hétig festek egy akvarellt. És nem alszom éjjel. Ezt komolyan mondom. Mert ugyan annyira megterhelő alkotási folyamat, egy én azt ugyanolyan vízfesték és egy papír előtt. Én úgy főzök is egyébként, hogy szép színű legyen. Azt is egy hétig főzött, hogy szép legyen. Igen. Nem, hanem érdemes a dolgokat úgy csinálni, hogy örömöd legyen benne. És valahogy tudom, hogy az akvarell azt a tokai művésztelepen az öreg festők 3 perc alatt olyan utcaképet festettek az összecsukható székeiken, ahogy csak csuda. És ez egy fajta tehetség. Nekem ehhez nincsen. Nekem a szépen, rendesen, nagyon lassan megcsinált, rengeteg apró részletből összeálló dolog, ez megy, még ha akvarell is. A fene egyen meg, hogy szépen elszivárgott az idő, pedig még annyi mindent ilyen a Kati által megvetett női és hülyeséget akartam volna kérdezni. Jó. Mint például az, hogy az anyagokkal való kapcsolatot, tehát hogyha ruhát veszel, akkor is úgy nézed meg, mert beléd van ivódva az, hogy milyen minőség, hogy milyen szín, hogy milyen harmónia, ilyeneket figyelemmel kísérsz? Nagyon. Nehezen veszek, újat alig veszek, és pamut, vagy gyapjú, vagy sejem, és a színe nagyon fontos. De sajnos a színe miatt, hogyha nem bírom hordani, mert műanyag, akkor azért rajta például isteni színek vannak, és láthatólag lenvászom, úgyhogy le vagy zsűrizve. Nagyon, nagyon kedves és nagyon szép, és akkor most mindenkinek elmondom, hogy ők mondták, hogy nyugodtan hagyjam ezeket egymáson, mert meg akartam változtatni a külsőmet egyik felvételről a másikra. Mert én a ruházatomat, néhány hete rátparancsoltam, hogy egyik a sötét színekből. Hogy az agyonhűtött stúdióban akár lehet egymáson 2 hormi is. Na most, mivel itt ül egy profi, itt ül egy másik profi a televíziózás szempontjából, hogyha azt mondták, hogy ha ez így legyen, akkor így hagyom, mert le akartam venni. Mert nem, nagyon jól tetted. De így történt. Tehát szóval, hogy neked ez egy fontos szempont, amikor magadnak vásárolsz, hogy mi miből van, és de mi hogy rövid idő alatt, tehát ahhoz sokáig nincs kedvem, hogy én ebben foglalkozzak, csak hogy tudjam hordani. Soha nem festettél magadnak anyagot? Egyszer, mikor szegények voltunk, a Váci utca 10-be vettem egy ruhát, szerintem azt tudjátok, hogy melyik volt. A Pataki Ági egykori módja. Oda jártunk mindannyian. Volt egy butik, ahol emberruhákat vártak. És minket elvittek nyaralni, tehát nem saját lóvéból ment a dolog. Első évben fölvettem úgy, következő évben átfestettem, és a harmadik évben megint. Tehát egyet fizet, 3-at kap a napon. 3 különböző színt csináltál? Igen, olyat, hogy a második után még lehessen egyet. Ja, mert hogy minél sötétebb, annál kevésbé lehet újra festeni. Hát igen. Sajnos letelt. Pataki Ági erre azt mondaná, hogy és megvan még a ruha? Mert neki még van a butikból eredetije. Nagyon, nagyon jó lenne egy ilyen Váci utca 10-ből származó, ám de Péreli Zsuzsa által átművészélyesített ruhát látni. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál, és majd legközelebb is beszélgetünk akkor olyasmikről, amikre most nem tudtunk időt keríteni.
Például, hogy miért nem hordok piros tűsarkut. Például, hogy miért nem hordok piros tűsarkut. Ezt köszönöm. Majd legközelebb fogják megtudni. Vagy el akarod most mondani? Mert adok, nyitok rá teret. Nem szereted a pirosat? Vagy nem szereted de, a tűsarkut? De, imádom. Nem. Minden, mondom, le vagy zsűrizve. Oké, rendben van. Tehát akkor köszönjük a figyelmet, jövő héten is lesz. Tudod már, hogy mi lesz? Igen, Zentai Péter külpolitikai újságíró jön. Akkor tehát jövő héten is nézzenek Libazsírt. Viszontlátásra!